versenyzők, hogy mivel játszanak. Tulajdonképpen, mint a sárgalapot használnának, vagy ahogy a sárgalapot használják a labdarúgásban, többször jön majd fekete-fehér zászló, mely is tartotta a szabát, miközben Leclerc-é a verseny eddigi leggyorsabb köre. Jönnek vissza Bottasra. Viszont Bottas okosan csinálja, hogyha nem jöttek. Szuper gyors az egyenesekben. És ezt mi is látjuk, ezt jelenti Lewis Hamilton. Szóval miután Bottas kintartották, nem reagálták le ezt a csatát, amit pedig esélyt adhatott volna, ez azt jelenti, hogy Bottas-szal most hosszúra játszanak. Azaz tudják jól, hogyha kereket cserélnek, akkor visszajönnek a majd akkor már élen álló kettős Leclerc-es Hamilton mögé. Viszont jóval frissebb gumia lehet Valtteri Bottasnak. És erről beszéltem, erről a kettős esélyről a Mercedes szempontjából, ami nagyon nehézé teszi Charles Leclerc dolgát, de láttunk már ilyen nehéz feladatot megoldani más futamokon versenyzőknek, és ez ezzel egyáltalán nem azt akarom sugallani, hogy Leclerc vert helyzetben van, de hogy kutyaszorítóban, az biztos. Nem, nincs könnyű ez ebben a monacói. Rögtön azután, hogy ugye egy héttel korábban is számtalanszor elmondták már az érintettek is, hogy ugyanaz lát játszódik lassan, mint néhány körülbelül ez a Hülkenberg. Nem tudott jól kigyorsítani a táj, és ezzel a Lesmo-ba menet, ketten fordulnak, ahogy nem lehet elférni. Nagyon bátor volt Albon, Sainz viszont kihasználta a pozíció előnyét, és kitette a könyökét, picit kiszorította. Nem tudom, hogy ezt biztos vizsgálják, hogy ezért lesz-e büntetés, majd kiderül, határeset volt. Sainz talán egy picit rámenősebb volt a kelleténél, viszont megadta neki rá a lehetőséget Albon azzal, hogy kivül ott maradt a Lesmo-ban. Itt az eredeti előzés, az első momentum. A Rodzsába befele menet sokkal jobban tud kigyorsítani, ezért visszatámad Carlos Sainz, ő van belül a Lesmo egybe menet, és itt a fáktól picit takarva nem látjuk igazán a lényeget, azt, hogy Sainz tulajdonképpen pontosan tudta, hogy csak végigmegy az írén a Räikkönen szempontjából, de lehet ebből még pontszerzőhely. Úgyhogy az Alfának ezen egy gyorsabb választ kell adnia, hogy mi történt, és egyáltalán magyarázható-e a történet. Megjön Räikkönen, meg megcsúszik előtte féktáv végén a reti fióba menet. Okay, power is coming back. Just watch what you know what to watch. Megint ugyanaz történt Verstappen, amit áll az időmérő, hogy a kettes kanyarba kifele motorerőt veszített. Tegnap utólag kiderült, hogy az ellenfordult. Igen, Nico Hülkenberg lesz az akkor, ha minden igaz. Leclerc között mögötte a két Mercedes, Hülkenberg, Vettel, Ricardo az első a sorrendje. Opposite tomorrow we will start to eat the Baku is down. It's the Baku King. It's real. Softer than ice is the Glee Saku. Wakaspa. Move for me. Kim, Siku Sik. Got a nice appetite.